Krucsai Péter vagyok, shading artist. Legelőször általános iskola környékén futottam bele a 3D-be. Akkor egy pár poligont tudtunk csak lerakni, egy egyszerű karaktert próbáltunk építeni egy jó barátommal. Ez akkor nem fejlődött tovább, ezzel nem tudtunk akkor még mit kezdeni. Legközelebb egyetem környékén kezdtem el foglalkozni 3D-vel, akkor már rengeteg elérhető internetes képzés volt, amit meg lehetett nézni, és akkor kezdtem el újra foglalkozni autodidakta módon 3D-vel. 3D animációs filmekben virtuális környezetben dolgozunk, ahol digitális fények világítják meg a karaktereket. A shading artistnak az a feladata, hogy a karakterek, amik meg vannak világítva ezekkel a virtuális fényekkel, hogyan reagáljanak erre a virtuális fényre, például, hogy egy fém fémnek hason, egy bőrfelület bőrfelületnek nézzen ki, és hogy egy szövetnél érezzük annak a szövetnek adott esetben a könnyedségét, vagy a durvaságát, egyszerűen a felületi minőségét. Első körben felmérjük az igényeket, az árdirektorral való leülés, megbeszélés, esetleg a rendezőktől kapunk információt arra, hogy mi lenne a cél, az igény, hogy milyen stílust határozzunk meg, és hogy a karakterek milyen hangulatban, milyen környezetbe kerülnek be, hogy lássuk, hogy a filmben hogyan működnének. A modellezőktől kapunk geometriákat, amit a textúra artistok kifestettek. Mi ezeket a réteges textúrákat használjuk fel a modellel együtt, hogy létrehozzuk a shadert, amiben meghatározzuk, hogy hogyan reagáljon erre a digitális fényre, amiben bevilágítják a jelenetekben a karaktereket. Az egyik legfontosabb tulajdonsága ezeknek a felületeknek, hogy hogyan tükrözik vissza a fényt. Például egy üvegfelület az teljesen visszaadja a környezetét, tükrözi, még egy régi szövetfelület teljesen szétszórja a rávetülő fényt. Egy shading artistnak nagyon fontos, hogy jó megfigyelő képessége legyen, jó színérzéke és jó szeme a különböző apró részletekhez, mert azt tudja igazán realisztikussá tenni az adott munkáját. Fontos, hogy jó kommunikációs készsége legyen, rendkívül sok emberrel kell együtt dolgoznia, és miután felmérte ezeket az igényeket, hogy mire van szükség, azután fontos, hogy meglegyen a megfelelő technikai felkészültsége, hogy létre is tudja hozni ezeket a shadereket. Egy shading artistnak az egyik legnagyobb kihívása az, hogy megfelelően tudja beosztani az idejét, és hogy ez alatt az idő alatt minél jobb végeredményt érjen el. Igazából rendkívül szeretek 3D-s animációs filmeken dolgozni, és úgy érzem, hogy a shader az egyik olyan pont, ahol a remek textúrák és a remek modellek tudnak ízesülni, és a végén egy igazán jól kinéző karakter tudnak alkotni.